Ülésezett ma Ajka város közgyűlése. Az ülésen összesen 20 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. A 20 napirendi pontból végül is 19 lett, mivel 2 törlését kérte a polgármester, illetve 1 új napirendi pont felvételét. A képviselők előtt így is meglehetősen szép számú napirendi pont megszavazása állt, de ez nem jelentett különösebben nagy feladatot, miután az előterjesztések mindegyikét megtárgyalták és elfogadásra javasolták a testület illetékes bizottságai. Így egyhangulag módosították többek között a közszeretek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet. Annak eredeti szövege ugyanis nem tenni lehetővé, hogy egy köztiszteletben álló személy halálát követően 20 éven belül közterületet nevezzenek el róla. A tilalom idejét e testület határozatával most 5 évre csökkentették. Módosították továbbá a képviselők a napelemparkkal kapcsolatos település rendezési eszközöket, és elfogadták a városközpont rekonstrukcióját érintő, a Póluskóp ZRT-vel kötendő keret megállapodást. A képviselők döntöttek az ifjúsági közösségi ház az úgynevezett okosház létrehozására benyújtandó pályázatról is, és megszavazták a felmerült többletköltségeket a Suli Zsúl 2020, Fekete István Vörös Marti Mihály Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József Attila utcai épület együttesének energetikai megújítása című pályázathoz. Döntött a testület új közterületi elnevezésekről is, így ezen túl Ajkán lesz Bódai tér, és miután ezen a közgyűlésen módosult a közterületek elnevezését szabályzó rendelet, Tomor Sándor tér is.